A Káli Art in Szoborpark tulajdonosa pályázatot hirdetett a pandémia ideje alatt, hogy segítse a nehéz helyzetbe került művészeket, bemutatkozási lehetőséget adjon nekik. A hirdetett pályázatra több mint 30 alkotás érkezett az ország minden pontjáról, ebből 6 tagú szakmai zsűri választotta ki azt a 13-at, mely az idei szezonban megtekinthető a Szoborparkban. A nyilvános képzőművészeti pályázatra kimondottan kültéri alkotásokat vártak. A kiírás nem volt semmiben sem leszűkítve, annyi, hogy kortárs, illetve annyi, hogy elkészült művel kellett jelentkezni, tehát nem akartuk őket még belehajtani abba, hogy most még valamiben belefektessenek és költsenek ezekre az alkotásokra. Nem volt se behatárolva a stílus, az anyag, a kor, tehát itt a 20 évestől a bármilyen korig lehetett jelentkezni, és elég szépen reprezentálták is magukat a kortárs szobrászok. A kiállítás megnyitó nyertest is hirdettek, Cseh Lili Egem című alkotása érdemelte ki az első helyezést, ami első ránézésre talán nem is egyértelműen tűnik szobornak. Az eget keretezi be, hogyha beülsz és fölfele nézel, van egy nyílás rajta, és tulajdonképpen maga a nyílás egy olyan forma, ami úgy keretezi be az eget, ahogy az én lakóteremben volt ez valaha, egy városi lakásban, ami egy elég tipikus élmény a városi embernek, hogy az ég hiánya. Tehát, hogy csak egy ilyen icipici kis szeletet látunk az égből. A nyertes művet a Szoborpark tulajdonosa megvásárolja. Ez állandó helyet kap a kiállító térben, a többit pedig a művészek akár értékesíthetik is. A kezdeményezők hosszú távon gondolkoznak. Legalább 10 éves projektbe fogtak, a pályázatot minden évben meghirdetik, és az évenként kiválasztott nyertes művek alkotják majd a végső, állandó kiállítást, hiánypótló szoborparkot hozva létre ezzel a Balaton felvidéken.